Ebben a kerületben a férje 26 évig rendőr volt. Szeretném elmondani nektek, hogy az Orbán Villánál sikerült beszélni Lévő Janikóval, aki a következőket mondta. Ez egy borzasztó nehéz dolog, a fél bankvilág a Viktornak a torkát akarja elvágni, mert a devizehitelesítőn megpróbál lépésről lépésre segíteni. De ez ilyen munka az övé. Na most én azt kérdezem tőletek, tisztelt rendvédelmisek, ha ezt a miniszterelnök feleségei kimeri jelenteni, és ez most már azért nyilvános, mert fent van a Facebookon, teljes videó felvétellel, akkor miért van még az, hogy nem indultatok el, és kerestétek meg azokat, akik a Viktornak, a miniszterelnökünknek a torkát el akarják vágni? Értsétek meg, mi nem ellenetek vagyunk, nem a miniszterelnök ellen vagyunk, hanem a törvényesség mellett vagyunk itt. Felszólítunk benneteket, hogy nyomozzatok, keresítek meg azt, aki Magyarország miniszterelnökét, meg a torkát el akarja vágni, tegyétek bugyiba, mert ott a dolga. Nekünk, ha miniszterelnökkel problémánk lesz, majd akkor demokratikus úton valószínű, hogy leváltjuk. De most ő az ország irányítója, őt kell megvédeni, mert őt támadták meg, és rajta keresztül az egész magyar nemzetet. Az egész magyar nemzetben pedig benne van a rendvédelmi dolgozók egyesével, és külön a családjukkal együtt. Hát gondolkozzatok már el, tisztelt rendőrúrak, meg rendőrhölgyek, hogy melyik oldalon vagytok? Hol a dolgotok? Hát most, amit csináltok, abban csak kimondottan a pénzügyi oligarchákat védítek. És az esküdőkkel szemben nem teljesítettek azt a kötelességeteket, hogy esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes rendjét, nemzetünk biztonságát, ha kell, életem kockáztatásával is hűségesen megvédem. Ezt az esküt tettétek le, és én ezt hangsúlyozom mindig, amikor találkozunk, hogy tartsátok be! Nem szabad ezt a nénit ma ebből a lakásból kirakni. Ha ma kirakjátok, ez a néni 48 órán belül sajnos halott lesz. Ez a néni már képtelen egy új élet elkezdésére, mert ehhez már túlkoros. Egy 60 éves ember is túlkoros ehhez. Ti meg ennek a néninek a dédunokái lehetnétek. Majd mikor vesztek a feleségeteknek, az édesanyátoknak, vagy a nagymamátoknak egy csokor virágot, akkor fogtok arra gondolni, hogy egy ilyen néninek a kilakoltatásában segítettetek? És erre mondja valaki azt, hogy terroristák vagyunk. Szégyen gyalázat. Tegnap előtt letartóztatták a Nem adom a házam mozgalom vezetőjét, abban, hogy ő terrorista. Mert azt merte mondani, hogy bever egy kilakatot. Hát hol élünk? Fiú, jogállam ez? Adjatok rá választ. Tudom, hogy nem válaszolhatok, de tudjátok, hogy nem jogállam. De akkor ne védjétek. Közösen állítsuk helyre Magyarország törvényes rendjét. Nem kell, hogy kell szeretni ilyet. Semmi nem kell. Nem erről van.